Hát sziasztok! Itt van velem Bence. Sziasztok! És ő még nem tudja, hogy miért van itt velem, viszont ti már tudjátok, ugyanis te vagy a névadója ennek a videónak. Igen. Úgyhogy szükségem lenne a segítségedre. De már mi lesz a videó? A videó arról fog szólni, hogy te választod ki a műkörmömet. Ugyanis jelenleg le van szedve a körmöm, ami körülbelül másfél hónapja, ilyen nagyon-nagyon pici, rövid kocka körmöm volt, de nagyon egyszerűek voltak, úgyhogy arra gondoltam, hogy mi lenne, hogyha most te mondanád meg, hogy milyen legyen a körmöm, úgyhogy szépen sorba végig fogunk menni a lépéseken. Az a baj, hogy annyira ismersz engem, hogy nekem megvan egy adott minta, forma és szín. Nem baj, bejön. De azért végig megyünk rajta, és ahogy végig megyünk, közben ti pedig látni fogjátok, hogy hogy alakul a körmöm. Villám gyorsan felraktam egy sablont a körmömre. Na most például, hogyha lett van egy, még egy olyan része a sorozatunknak, hogy tudod-e, hogy a női futók mire valóak, én nézem, hogy hova origamizod rá ezt az újadra, de most már így értető. Szóval, a kérdésem, a formát vagy a host kellene először megbeszélnünk? A host. Akkor mutasd meg, itt ez be van amúgy számozva, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kettes legyen a hossza. Fú, az azért elég hosszú már. Vagy nem? Az az igazság. Tudod mi? Bocsánat, ötös. Bocsánat, annyit elmondok, hogy ez a köröm nem biztos, hogy nagyon sokáig lesz rajtam. Hogyha azt szeretnéd, hogy hosszú legyen, akkor mondhatod. Kettes. Kettes. Kettes, az elég hosszú, hogy tud vakargatni a fejem meg a hátam, de nem olyan hosszú, hogy zavaró legyen. Oké. A következő az lenne, be fogom nektek is majd vágni ezt a képet, hogy mit mutattam neki, de a lényeg az, hogy körömformákat mutatok. És mutass rá arra, amelyik formát szeretnéd, hogy legyen a köröm. Legyen ez. A sima kocka? Igen, az nekem nagyon, nagyon tetszik. Nagyon megbonyolítja az életünket. Most fog jönni az a kérdés, amit igazából felesleges feltennem, mert úgyis kék. Tudom rá a választ. Akkor most doppergést szeretnék kérni, ugyanis megvettem Bencének a kékjét. Úristen, annyira rég várom. Nekem az a kedvencem, nem titok egyébként, hogy kék a körm a lánynak, és felül egy diszkrét fehér vonallal megvan adva a módja. Ezt nem mondtad eddig, azt mondtad, hogy vagy fehér francia, a vékony vonal, vagy kék. Legyen a végén egy olyan fehér. Surprise! What? Akkor kék legyen az alap, és fehér francia? What? De fényes vagy matt? Matt. Ez? Érdekes lesz, és azért a biztos... De miért nem néz jól ki? De mi van ez? Megtudjuk. Az biztos, hogy meg fogom csinálni, és meglátjuk, hogy milyen lesz. De a biztonság kedvéért, az a baj. Hogyha véletlen éreznéd a készletést, szeretnék neked mutatni pár nyomdát, aha. Hogy összezavarjalak, hogy akarsz a nyomdát, úgyhogy most várj. Ez a fiúknak mutatok neked pár nyomdát. Nekem az ilyen újságos utánra eszembe, tehát milyen nyom... Ja, ezek a lapok, amik mindig itt vannak a pulton. Ami foáralátétnek szokták. Foáralátét, és sose tudom, hogy mi az egyébként. Szóval, elég lesz szerintem ennyi. Ezeknek az a lényegük, hogy körömlakot teszek rájuk, tök mindegy, hogy, de kézzel rajzolás, festés nélkül ezeket a nyomdákat rá tudom tenni, vagy mintákat rá tudom tenni a körmömre. Aha. Úgyhogy ha bármelyiket úgy érzed, hogy tetszik és igényed lenne rá, akkor arra ráböksz, megmondod, hogy melyik ujjamra, és az fel fog kerülni. Ez szarvas. Igen, ez karácsony, ezt mondjuk lehet, hogy egy kicsit miért? Félre rakhatnánk. Én döntöm el. Christmas Eve-es szeretnék, és akkor abból is. Nem azért, ez nem arra megy ki, hogy szívasak. Amúgy jók ezek a minták. Kis visszafogott, a bucs is nincsen? Nincs? Tudsz? Nem. Tudná? Nem. Tuti tudná? Nem. Dehogy nem. Így magadban. Ezt hogy kell nézni? Úgy nézed, ahogy akarod. Jó, ez karácsony, az is. Valami nagyon egyszerűt szeretnék, és erről fogok választani, erről a legelsőről, ezen ilyenek vannak, hogyha a fókusz megtalál. Mindegy, láttátok, nem? Hát akkor miért? Legyen ezek közül a... Ez. Uh-huh. Ez nem volt őszinte. Ja, a... nem, jó, persze. Azaz, azt hiszem, azt választottam. Szóval megvan a mintánk.
melyik ujjamra szeretnéd, hogy tegyem, vagy hány ujjamra szeretnéd, hogy tegyem. A középsőre ragd, mert ez nagyon elcsépelt. Vagy erre, amikor Bence megmondtam, takarítse. A középsőre. Nem, nem. Helyesbítenék, a gyűrűs ujjadra ragd. Így. Az jól fog kinézni. És hogy tegyem, középre, vagy kicsit kívülre, vagy középre? Középre. Jó. És az utolsó kérdés. Igen. Bármiféle követ szeretnéd-e, hogy tegyek rá? Nem. A válaszom megvan. Nézzük meg, hogy milyen lett a körben. És sziasztok! Már át is ugrottam ide hozzátok voiceoverre, úgyhogy a klippek közt így fogok nektek egy kicsit segíteni és elmagyarázni, hogy mikor mit csinálok. Ahogy látjátok, a körmöm teljesen természetes, kicsit hosszú állapotában indult neki ennek a kalannak. Ezután elkezdtem előkészíteni a körmöm, úgyhogy visszavágtam a hosszából és csináltam egy orosz manikűrt. Ezzel előkészítve a körmömet a műkörömnek. A következő lépésként fel kellett tennem a sablonokat, és elkezdtem megépíteni a körmöm hosszát, és itt szeretném megjegyezni, hogy nem érne vetni, ugyanis idejét nem tudom, hogy mikor zseléztem utoljára, és őszintén megmondom, hogy nem ez volt a legkönnyebb feladat, de szerintem a végére egyébként egészen jó lett. Nagyon igyekeztem odafigyelni rá, hogy ami formát megépítek, az már előre szép legyen, és a formával ne kelljen túl sokat babránom, miután megkötött a zselé. Viszont azt is tudtam, hogy mindenképpen szeretném hajlítani egy picit. A zselét nem olyan könnyű hajlítani, mint a porcelán, de ettől függetlenül egy nagyon kicsit szerettem volna mégis. Úgyhogy a következő klipekben azt láthatjátok, ahogy nagyon komolyan koncentrálva építem a körmöm hosszát és formáját. Ugyanúgy, mint ahogy eddig csináltam, most formázni fogom a körmöket. Bence egy hagyományos kocka formát kért, úgyhogy igyekszem a legszebb kockát megcsinálni, amit valaha csináltam. Ebben nem vagyok biztos, hogy teljesen sikerült, de ettől függetlenül próbáltam nagyon koncentrálni. Egész örökké valósággal később el is készült a körmöm formája, úgyhogy mehetünk tovább a díszítésre. Bence egy kék körmöt szeretett volna mindig is látni rajtam, úgyhogy ezt most megpróbálom megcsinálni neki, amihez egy kristálnélszes géllakot fogok használni az 1S50 árnyalatban. Egyébként ez egy gyönyörű szép kék szín. Valamiért úgy éreztem, hogy nem a saját ecsetével szeretném felkenni, úgyhogy elővettem hozzá egy Smileline ecsetet, amivel nagyon szeretem felvinni a géllakokat, mert nagyon pontosan tudom vele felkenni, viszont sokkal rosszabb lett így a fedése, mint hogyha a saját ecsetével kentem volna fel, úgyhogy ha jól emlékszem, akkor összesen 3 rétegbe kellett felkennem hozzá. Az van, hogy nem szeretem annyira a színes körmöket, de esküszöm, hogy ez tetszik. Még a Bence matt verziójában is tetszene, de erre tegyek franciát. What? Ezután jöhet az a rész, amitől a legjobban féltem. Franciát kell felfestenem a kék körmömre. Egy kicsit zavarba voltam, hogy hogy kezdjek hozzá egyáltalán az egészhez, mennyire legyen vastag a fehér, mennyire legyen, nem tudom én, hogy milyen. De végül azt hiszem, hogy kitaláltam rá egy rendszert, és csak reménykedtem benne, hogy Bencének tetszeni fog. Miután elkészült a francia része és a körmömnek, jöhetett a matt fedőzselé rá. Ezekkel a matt zselékkel nekem sosincs szerencsém, úgyhogy ezt is 2 rétegben vittem fel ahhoz, hogy tökéletes legyen. Itt egyébként a kamerám le is merült, úgyhogy egy telefonos felvételt láthattok majd arról, hogy hogy változott át a körmöm fényesből mattá. És az utolsó lépés, aminek szerintem a legkevesebb értelme volt minden közül, fekete nyomdamintát helyeztem a gyűrűs ujjamra, ami annyira picike volt és sötét, hogy egyáltalán nem is látszott rajta, de mivel Bence ezt kérte, így természetesen ezt is megcsináltam. Igaz, hogy Bence ezt a részt nem kérte, viszont én nagyon szeretem minden körömnél megcsinálni, amit én készítek. Alulról egy kicsit kijavítottam a körmöt, szeretek egy kicsit reszelni belőle, a kis tökéletlenségeket is el tudom rejteni, úgyhogy ez volt az utolsó lépés ebben a szedben.
időben, és jöhet az a pillanat, amiért ennyit dolgoztam. Mutassuk meg Bencének, és nézzük meg a reakcióját. Megérkezett Bence, a körmöm pedig elkészült, és ha esetleg nem lennél vele tisztába, akkor ez az a köröm, amit elvileg te emlegetsz nekem nagyon régóta, hogy szeretnéd, ha megcsinálnék magamnak. Tuti, rosszul emlékeztem. És most valamiért úgy érzem, hogy átvertél. Ebből a nevetésből valahogy azt veszem ki, hogy... Nem, mert át akartalak volna, mert akkor teljesen más mondtam volna. Én tényleg ezt, hogy rosszul emlékszem. Megvan a fejemben valami, és szerintem nem tudtam úgy elmondani, hogy kellett volna. Egyébként a felénél, ahogy csináltam a körmet, ha esetleg majd szeretnéd megnézni a videót, még nagyon tetszett. Valahogy a végére nem pont olyan lett, mint amit hordanék minden nap, de... Remek. Csukd be a szemed, elét teszem a kezem, és mehet a reakció. Na hát nem ilyenre gondoltam. Viszont nem rossz. Ezt tudod milyen kis... Kettő opció van. Tehát vagy a szia egy gombóc, vagy két gombóc, itt nálunk a fagyi mámorban, ez kb. Olyan, vagy ez a kis... Felveszel egy nyári ruhát, és ilyen kis cserfes kis izé leszel tőle. Ez cserfes köröm? Igen, ez az. Nem rossz. Ez fura. Ez tényleg, ez... El tudod-e mondani, hogy... Tudj, nem ilyenre gondoltam. Mit mondtál félre? Vagy mi tetszik benne, mi nem tetszik benne? Egy kis értékelés. Biztos, hogy az hülye vagyok, csak azt szeretem, hogyha egy picit a legeleje fehér. Mert az a probléma, hogy nagyon fehér. Nem csak az. Forma. Az jó. Őszintén nem tudom. Megvan valami a fejemben, ez amikor kisgyerekként elképzeled, hogy az oviba lerajzolsz egy autót, és ez a végeredmény. Őszintén megmondom, hogy ennél az asztalnál csináltam itt a körmöm, és nem pakoltam el, mert reménykedtem abban, hogy a fehéret leszedhetem róla, de egy kicsit tartottam attól, hogy mi lesz, hogyha azt mondja, hogy Úristen, nem! Legyen barátom, mint a gyereket nevelni gyakorlatilag. Nem vagyok. Miért nem vagyok ilyen. Na. Szóval. Tegnap előtt a kertben tusoltam. Szóval azt hiszem, hogy ott tartottam, amikor még normális volt, hogy kicsit féltem tőle, hogy azt fogja mondani, hogy tetszik neki. De szerencsére nem, úgyhogy most a francia végét le fogom szedni, és egy nagyon szép kék köröm lesz egyébként, de csak az egyik kezemen természetesen, mert lusta voltam a másikra megcsinálni, de ettől függetlenül köszönöm szépen neked a részvételt, és hogy segítettél megalkotni a mai körmömet. Ügyes vagy, nagyon remélem, hogy egyszer képes leszek megalkotni azt a körmet, amiről mindig is álmodtál. Hát én is, de amíg azt belülről innen kiszedjük és oda kerül, az első próbálkozásnak ultragagyi volt, ennyit tudok erről elmondani. De nem miattad. Valami tuti rosszul mondtam. Szerintem is. De nem azért, nézzük vissza azt a részt, amikor megkérdeztem, hogy biztosan a kékre fehérre? Akkor kék legyen az alap, és fehér francia? Uh-huh. What? Hogyha tetszett a videó, akkor dobjatok rá egy hatalmas lájkot, iratkozzatok fel, ha még nem vagytok, nyomjátok be a kis csengő ikont, hogy mindig kapjatok értesítést, hogyha töltöm fel nektek az új videókat, és természetesen kövessetek Instán is, az Instán mindig lent van a leírásban. Még egyszer köszönjük szépen, hogy itt voltatok, a következő videómban találkozunk. Sziasztok! Sziasztok!